A megyeházán tartották meg azt a fórumot, amelynek keretében Cunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa Fejér megye jövőbeni gazdaságfejlesztési lehetőségeit tárta a térség országgyűlési képviselői elé. A fórum résztvevőit házigazdaként Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, majd a megye országgyűlési képviselői osztották meg gondolataikat a kormány fejlesztési stratégiájáról. Cunyiné Bertalan Judit tájékoztatójában megerősítette a kormány elkötelezett, hogy a megye agglomerációs övezeteiben az eddigiekhez hasonlóan további fejlesztéseket valósítson meg. A régió zónajárásnak az a feladata, hogy a döntéshozatalban résztvevő képviselőtársaimmal, a megyei önkormányzatokkal, a gazdasági szereplőkkel, iparkamarával, agrárkamarával és mindazokkal a gazdaság tervezésben, fejlesztésben érintett helyi szereplőkkel leüljünk és konzultáljunk, akik érdemben tudják segíteni a komplex gazdaságfejlesztési zóna tervezési feladatai. A fórum keretében a kormánybiztos együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem, valamint a Dunaújvárosi Egyetem vezetőivel.